118 ország 6000 sportolója érkezett a nápolyi univerziádéra, hogy 18 sportágban 220 éremét versengjen. Magyarországot 101 sportoló képviselte, közülük 4-en a Nyíregyházi Egyetem hallgatójaként utaztak Olaszországba. A magyarok végül 3 érmet szereztek az egyetemisták és főiskolások világjátékán. A női vízilabda csapat aranyérmes lett, a férfi pólósok és a cselgáncsozó Tóth Krisztián nyakába bronzérem került. A nyíregyházi Tóth Dalma és Tóth Fruzsina a női röplabda csapat tagjaként épp csak lemaradt a dobogóról. Nyilván a meccs után, amit a japánok ellen játszottunk, kicsit szomorkás volt a hangulatom, de azóta már átértékeltem ezt a dolgot, és úgy gondolom, hogy ezért egy negyedik hely, egy ilyen szintű szervezés, meg egy ilyen univerziádén olyan csapatok ellen játszva, szerintem ez egy nagyon, nagyon jó helyezés, amit nyújtani tudtunk. Szikszai Róbert 2 éve bronzérmes volt az univerziádén, ezúttal viszont nem került érem Kerekes László tanítványának nyakába. Az előzetes ranglista 4. helyen álltam, és úgy gondoltam, hogy ha egy 62-63 méter dobok, akkor a dobogót meg lehet csípni. Ugye 63 méter kellett, tehát ez bebizonyosodott. Ugye nekem 61-51 sikerült, és az 5. helyhez volt most elég. Szurovcsák Ivett azzal a céllal utazott Nápolyba, hogy az 50 és a 100 méteres mellúszásban megjavítsa egyéni legjobbját. Sajnos ez 100 méter mellúszásban nem sikerült, mondjuk ott a versenyszám előtt volt is egy kis technikai hiba, tehát egy 15 percet álltunk ott a közvetlenül a rajt előtt, és úgy ott elmondható, hogy az egész futam egy kicsit rosszabbul teljesített, viszont az 50 merre való felkészülésem ott volt még 4 napom, hogy tudjak egy kicsit edzeni, illetve hogy csak arra tudjak átállni. Szerencsére ott 6-án az edző Murbin Tamás is kiutazott, ami nagyon sokat segített nekem abba, hogy együtt tudtunk készülni, és tényleg úgymond fejbe is helyre tudott rakni. Ez az 50 mellen délelőtt látszott is, tehát nagyon jó időt úsztam, sikerült bejutnom a döntőre, viszont ott egy kicsit elmaradtam a legjobbamtól, így nem sikerült olyan időt úsznom, amit szerettem volna, vagy kitűztem magamnak célul. A 2021-es univerziádét a kínai Chengdu-ban rendezik, a 2 évvel későbbi esemény helyszíne még nem ismert, a 2025-ös egyetemi és főiskolai világjátékok rendezésére pedig Budapest is pályázik.